olyan emberekről szól a világ különböző pontjain, akik inkább közösségekről, csoportokról, embercsoportokról. Egy élményt alkot, hogy ez miért olyan az, miért van olyan az, amit. Tudatosság, a teljes tudatosság, ha úgy nézzük. Jösszönsz az utcán, beszélhetsz valakivel, és érzed rajta, hogy én eljutott. És az nem azt jelenti, hogy valaki jobb, vagy valaki rosszabb, hanem egyszer gondolkodni, és minőségek más. Csültem bele, hogy engem aztán eddig se érdekelt, de pont én sem. De most lenne egy konkrét dolog, ami érdekel, és tudom, hogy miket érzek, meg is tudom ezeket fogalmazni, tehát érzem intelligenciával rendelkezek, ki tudom mondani. Megkérdezik tőlem, hogy mi a baj, akkor nem ez a baj, semmi, vagy nem tudom. Az ábrát valaki megnézi figyelmesen, akkor jól látható, hogy... Ez itt pedig a Képes vagyok videósorozatnak a következő epizódja. És mai vendégem Andrássy Betty, akit szintén a Tudatos Fiatalok Közössége szervezése kapcsán ismertem meg. A lényeg, hogy ezúttal is arról fogunk beszélni amiről eddig, hogy mi is az a tudatosság, ugyanis általában ezt a kérdést szoktam megkapni emberektől a Facebookon, amikor rábukolnak a Tudatos Fiatalok Közösségére, hogy mégis mit értünk azzal, hogy tudatosság, és akkor én kihasználom ezt a videó sorozatot arra, hogy tovább is passzoljam a kérdést mindig az aktuális vendégnek. Úgyhogy Betty, te mit gondolsz? Szerinted mi az a tudatosság? Hát mi ugye az egyetemen nagyon jól megtanultuk, hogy van tudatalatti, tudatfeletti, tudatos gondolkodás, viszont mindig éreztem, hogy itt valami ezzel így nem tudtam belehelyezni abba az én fajta gondolkodásrendszeremben, hogy ez mit jelent. Nekem azt jelenti egyébként, hogy tudatos valaki, hogy egyszerűen fogja magát, és önmagába kihozza a legjobbat. Fogja a gondolkodását, a hitrendszerét, és azt olyanná formálja, ami neki és a világnak jó. Tehát és egyszerűen tudja azt, hogy ezt ő meg tudja csinálni, és nem más irányítja az életét, a gondolkodását, az érzelmeit, nem más határozza meg, hogy neki milyen hitrendszere van, hanem ő önmaga tudja magának alakítani. Ez a legfontosabb szerintem, az, hogy képesek vagyunk önmagunkat irányítani. Nekem ez a tudatosság. Mert pont ezt is akartam kérdezni egyébként, de nagyjából meg is válaszoltad, hogy az ember tudatossá válik arra, hogy az élet nem csak úgy random megtörténik vele, hanem ez erre neki hatása van, és sokkal kiszámíthatóbb, vagy célirányosabb lett az élete, hogyha tudatossá válik arra, hogy erre hatása van, és ezt irányítja is. Igen, kétfajta embert szoktam így ez alapján egyébként elkülöníteni, és hogy ez egyszerűen jössz-mész az utcán, beszélgetsz valakivel, és érzed rajta, hogy ő melyikbe tartozik. És az nem azt jelenti, hogy valaki jobb, meg valaki rosszabb, hanem egyszerűen a gondolkodás minősége neki más. Az egyik típus ember, ő az áldozat, aki azt mondja, hogy a világ, meg az élet csak történik velem, és hogy áldozata vagyok mindennek. Akár mondjuk jó dolog, akkor mondjuk nyertese vagyok a dolognak, vagy vesztese vagyok a dolognak, hogyha valami rossz történik. Viszont a tudatos ember az meg hősnek éli meg magát, meg egy harcosnak, és azt mondja, hogy hát ezt a csatát most elbuktam, hát ezt a csatát most megnyertem, de én vagyok az, aki csatában megy, és én vagyok, aki ezt az egészet irányítja. És egy áldozatból is válhat harcos, és felébredhet, hogy ja, de hát én ezt befolyásolni tudom. És például nálam is, amikor eljönnek a tanácsadásra, akkor az első, amire rájönnek, hogy ja, de hát én hatása vagyok a saját érzéseimre, és hatása vagyok a saját gondolataimra, én meg tudom változtatni a hitrendszeremet. Nem az van, hogy ilyen lettem gyerekkoromban, és akkor ennyi, ilyen maradok? Mert mondjuk ezt tanították meg a szüleim, vagy ezt örököltem, vagy ezt kaptam, ilyennek neveltek? Nem. Tehát, hogy hanem azt mondja, hogy itt van a készlet, mint egy zsák, és akkor egyszerűen belenéz, és azt mondja, ez tök jó, megtartom. Ez tök jó, vagy ez tök rossz, ezt kidobom. És elkezd válogatni a saját életébe, elkezd válogatni akár tulajdonságait, hogy mondjuk milyen tulajdonságok, amik előre viszik őt, azokat megtartja, meg akár meg is erősíti magába. De azok a tulajdonságok, amik eddig hátráltatták, például mondjuk, hogy tele volt mondjuk parával, vagy így türelmetlen volt, akkor azt mondja, hogy oké, akkor ezt így tologatom a másik irányba, mert nem jó érzés abban lenni. És ugye itt, amikor a saját életünkbe vesszük a saját életünk, a kezünkbe vesszük és elkezdjük irányítani, ez az a nagyon nagy érték és nagyon nagy kincs, amit megtalálhatunk. Mert ez mindenkire érvényes, és mindenki megtalálja a saját életébe. És nem kell ehhez különösebben semmi. Erre rájöhetsz Erdélybe kapálás közben is, hogy én irányítani tudom azt, hogy mit gondolok,
És volt például egy bácsi, aki azt mondta, hogy ő azt szeretné tőlem megtanulni, hogy hogyan lehet a gondolatainkat irányítani. Valójában a gondolatainkat azt határozza meg, hogy mit hiszünk a világról. Csak arról tudunk gondolkodni, amiről tudomásunk van. És hogyha a hitrendszerünket elkezdjük tágítani, és azzal kezdünk el foglalkozni, hogy azt vizsgáljuk meg, akkor utána a gondolatainkat is szépen tudjuk irányítani. Miért van az, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy az élet az egy ilyen ismeretlen más katyvasz, ide kerültünk, mert nagyot robbant a hidrogén 4 milliárd éve, és pont ez a kombináció jött létre az atomoknak, semmire sincs hatásunk, felülről irányítanak minket, mint a bábok, nekünk meg minimális választási lehetőségünk van, de úgysem járunk jól. Mert én sok negatív gondolkodású átlag felfogású embertől ezt hallottam főleg régebben, mikor ilyen közelben mozogtam, és szerinted miért lehet az a normális, vagy a többség, aki így gondolkodik? Hát kezdjük ott, hogy ugye amikor megtervezzük, hogy egy világra jövünk, tehát én hiszek abba, hogy ezt mi tervezzük, és nem csak úgy véletlenül jöttünk, meg csak véletlenül ahhoz a szülőkhöz érkeztünk, akihez. Tehát, hogy én ebben sose tudtam így abba hinni, hogy ez egy véletlen dolog, mert hát mi lenne nem véletlen, hanem a születésünk. Tehát, hogy így. És onnantól kezdve, viszont ott mi döntünk dolgokról, én úgy hiszem. Hogy eldöntöttük, hogy fiú leszek, lány leszek, eldöntöttem, hogy ki lesz az anyám, eldöntöttem, hogy ki lesz az apám, eldöntöttem akár, hogy milyen sorsot vállalok. Nagyon sok mindent döntöttem. Azaz ott még tudatos voltam, hiszen tudtam azt, hogy én dönthetek a saját életemről. És utána jönnek már különféle sérelmek. Kapjuk akár magzatkorba, gyerekkorba, hogy azok már mondjuk nem biztos, hogy saját döntések, kívülről érkező hatások, és lehet ez is vitatkozni, de azt is te döntötted, de nem tudjuk, mert egyszerűen nem emlékszünk rá. És utána fokozatosan minket rá nem állnak arra, hogy nem irányítjuk az életünket, hanem minden csak úgy fogadjunk el készen. Hiszen lehet, hogy a gyerek érzi, hogy mit kéne egyen, de mondjuk azt mondja a szülő, hogy nem, azt neked nem kéne egyed, inkább ezt kéne egyed. Mert ez egészségesebb, meg edd meg a kenyér híját, vagy bármi, de lehet, hogy a gyerek nem akar kenyeret enni. Mert mondjuk valami érez, hogy nem akar kenyeret enni. Tehát ott már nem hagyjuk meg őt a szabad akaratában, különféle dolgokról dönteni, pedig ott benne a tudatosság még sokkal erősebb. Persze itt bejön az, hogy ugye, de te vagy a felelős a gyerekedért, szülőként tudnod kell, hogy mi jó neki. És itt egy ilyen arany középút szerintem, ami jó lenne, hogy bízna a gyermekben, hogy a megérzései jól működnek, hogyha nincs tele félelemmel, és hogyha a szülők is tudatosak, akkor nagyon rá tudnak érezni a gyerekre, hogy mik azok a dolgok, ami jó neki mondjuk. Viszont, hogyha elkezdjük letiltani dolgokra, elkezdjük teljesen irányítani az életét, hogy melyik iskolában menjen, hova menjen egyetemre, mit dolgozzon, mit csináljon, mindent meghatároznak a világba, egyszerűen be vagyunk szorítva egy ilyen társadalmi szabályrendszer, meg olyan keretrendszer, hogy te ne csinálsz azt, amit csak úgy szeretnél. És azt tanulod meg, egy ilyen tanult tehetetlenséget tanulsz, hogy nem tudok hatni a világomra. És ez amúgy valamilyen szinten igaz, mert sok mindenre viszont nem tudunk hatni. Például lehet, hogy a gyerek azt éli meg, hogy hiába sír, nem veszik föl. Azaz ő nem tud hatni az anyjára. És ugye itt megfigyeltő egyébként, hogy akit úgy nevelnek, hogy sokkal szabadabban reformál gondolkodások a szüleik, szintén tudatosak, akkor az gyerek nem gondolja így a világot már kicsi korában se, hogy ő nem tudhatni. Hanem megtanítanak neki mondjuk olyan eszközöket, hogy hogyan tudja befolyásolni akár az iskolába azt, hogy érezze magát, hogyan tudja megvédeni magát mondjuk a csúfolástól, ez most ugye nagy téma volt az interneten. Tehát, hogy elkezdi ezt fokozatosan megtanulni, és egy tudatos gyerekből tudatos felnőtt válik. Aztán ugye van az, aki mondjuk gyerekkorában nem lehetett tudatos, mert egy korlátozó közegben nőtt fel, de felnőtt korában megérezhet újra ezt az erőt, hogy de én ezt akarom. Mert amikor eltérünk a tudatosságtól, akkor nem érezzük jól magunkat. Mert pontosan azt érezzük, hogy egy bábuk vagyunk, és mint ugye a Pinokio egyszer csak megszalad, hogy én igazi kisfiú akarok lenni. És szerintem mi is ugyanígy vagyunk vele, hogy egyszerűen igaziak akarunk lenni, és mi akarunk dönteni, mert ki a fene tudná, hogy mi jó nekünk, ha nem mi magunk. Egyszer egyik megtanítótól, akit szoktam követni az interneten, azt hallottam, hogy azért fontos, hogy őszintén önmagadat ad, mert nagyjából ez az élet feladata minden egyes embernek, hogy a valóságot úgy élje meg, olyan egyedi módon, amilyen szűrő ő maga. És azt a példát hozta fel, hogy azért nem fog tudni neked a világon soha senki segíteni abban, hogy mi a célod, meg mit kéne megtenned, mert ők nem te vagy,
És ugyanilyen módon, ha te elmész egy autókereskedőhöz, és megkérdezed, hogy milyen autót kéne neked venned, akkor az autókereskedő nem azt mondja, hogy neked milyen autót kéne venned, hanem hogy ő milyen autót szeretne eladni neked. Igen. Ugyanis ő nem ismert téged. Tehát nem volt veled az elmúlt 10-20-30 évben, hogy ismerjen pontosan milyen ember vagy, pontosan milyen hatások értek, milyen gondolkodásmódod van, mire használod az autót, milyen vágyaid vannak. Ezért ez szinte teljesen esélytelen, hogy valaki pontos, jó tanácsot tudja neked adni. Épp ezért szokták szerintem azt mondani, hogy a válasz belülről fakad, mert az, hogy neked mi jó, az csak te tudod, mert csak te vagy te. Igen, de most ha megnézed ezeket az irányzatokat, amik most frissen jöttek, akár spirituális irányzatokat, az is egyszerűen taglalja, hogy mi a jó és mi a rossz. Így táplálkozz, mert az jó, így ne táplálkozz, mert az rossz. Ezzel a rezgés szintet emeled, ezzel csökkented. Tehát, hogy ott is megvan ez, hogy jó meg a rossz, és akkor keressük azt, hogy oké, de akkor nekem milyennek kéne legyek. Az is egy megfelelés alapú, és nem pedig intuitív, mert szerintem a tudatosság az az olyan részünkből fakad, az isteni részünkből fakad, aki pontosan tudja, hogy most megegyem azt a húst, vagy ne egyem meg a húst, megegyem a répát, vagy ne egyem meg a répát. Csak ezt az intuitív részünket nagyon sok minden réteg eltakarja, amit így ránk rakott a társadalom, vagy a szüleink, vagy mi magunk ránk raktuk különféle rossz, úgymond destruktív gondolkodással, és nem merünk hallgatni erre a belső hangra. És azért van az, hogyha valaki elkezd dolgozni magán, jelzik vissza, hogy olyan képességek jönnek neki elő, hogy szinte érzi a dolgokat, meg hallja a dolgokat, meg szinte látja a dolgokat. Tehát, hogy így, hogy ez a tisztán érzékelés előjön, mert mindenki ilyen. Tehát, hogy ez nem az a különleges, aki érzékel dolgokat, hanem mindannyian ilyen vagyunk, csak kinek milyen rétegei vannak önmagán. Ez érdekes, mert nagyon sokszor hallom az emberektől, amikor fejjel mondjuk egy ilyen mélyebb, vagy spirituálisabb téma, úgymond, akkor mondják, hogy én nem vagyok ilyen spirituális. És nekem ez nagyon vicces, szoktam mosolyogni, és mindig el szoktam kérdezni, de szellemi munkát végeztél már, gondolom te is, vagy ismersz, aki végez. Igen. Na most a spirituális, vagy spirit, az mit jelent? Szellem? Tehát ha van szellemi munka, akkor van egy szellemi, kézzel meg nem fogható része, minősége az minden embernek. Tehát innentől kezdve nagyjából össze is raktuk ezt a nagyon bonyolult képet, hogy minden ember spirituális, mert szellemi lény egy fizikai testben, fizikai tapasztalatokon átmenve. És nagyon érdekes a számra, hogy egyes emberek... Van olyan ember, aki konkrétan retteg attól, hogy neki a megérzésére kéne hallgatni, neki ez egy annyira elvont világ, hogy el sem meri hinni, hogy az lenne az alapállapot, hogy minden tudsz, mindenre van egy belső hang, ami irányít téged, hogy afelé menj, ami neked egy értékes tapasztalat lesz. Igen. Szerintem azért vannak az emberek ebbe egyébként belezavarodva, mert sokszor a megérzés és az érzés között nem tudnak különbséget tenni. Mert hogyha az érzéseinkre hallgatunk, akkor szintén ott lehetnek a félelmeink, az aggodalmaink, a kudarcaink, és egy félelem alapú döntés, az nem biztos, hogy olyan irányba vissza, amit én megterveztem. És ugye azok ugyanúgy ego válaszok, és nem pedig a megérzésünk, ami egy olyan részünk szerintem, egy olyan isteni rész, aki tervezte az utat, és pontosan tudja, hogy merre érdemes így menni. És hogyha ezt a részünket letisztítjuk, ezt az ego részünket megtisztítjuk ezektől a félelmektől, akkor olyan, mintha én áttetszővé válna az a megérzésem, meg tiszta. És az a nagyon érdekesebb, hogy aki ezt tapasztalta, az önáról beszélt, amit most én fogok mondani, hogy az nagyon egyszerű válaszokat ad. Tehát ami túl bonyolít, ami kritizál, ami minősít, az mind ego válasz, az mind félelem alapú válasz. Ugye két dolgot szoktunk tenni, valamit, hogy elkerüljünk, vagy valamit, hogy elérjünk. Ez a kettő. Viszont a megérzés alapú válaszra nem tudod megmondani a választ, hanem azt mondod, csak mert így érzem. Miért szálltál le buszról? Nem tudom, mert így érzem. És ez az, amiben viszont nem lehet belekötni, mert egy tiszta, egyszerű válasz. Viszont ez a világ, amiben élünk, az nem igazán díjazza ezt a fajta gondolkodásmódot, mint az emberek mindenre racionális választ szeretnének kapni. Minden csak az létezik, amit meg lehet mérni, amit kontrollcsoportos méréseken igazolni lehet, ami ezen felül van, sok ember számára az nem is létezik, és mert így éreztem, az nem egy... Tehát azt a munkahelyen, az iskolában nem fogadják el, mint kifogás, hogy miért nem jöttél be tegnap, mert úgy éreztem, hogy ha otthon maradnék, az jobbat tenne a fejlődésem szempontjából. Hát mondd el ezt a főnöködnek, vagy az osztályfőnöködnek. Igen. Én nagyon szeretek ilyen emberekkel beszélgetni. Szoktam egy ilyen cáfolatot mondani nekik, hogyha mondjuk
mondta, hogy ha nem tudok valamit megnevezni, akkor nem létezik. Oké, mondom, elmész innen, fekvárnak az utcán, amnéziát kapsz, és nem tudom magadat megnevezni, akkor te nem létezel? És így... És akkor így elgondolkodott, hogy hát végül is igaz. Tehát, hogy... És onnantól kezdve ezt bebizonyították már, hogy mondjuk aki amnéziát kap, az egy csomó mindent, amit nem fél. Mert úgy ugye ezek tanult félelmek, és azokat nem emlékszik rá, hogy félni kell tőle. Nem emlékszik rá, hogy félni kell, mert az elméje fél csak pusztán tőle, nem pedig ő maga. És mondjuk oké, hogy készségekre emlékszik, hogy lehet zongorázni tud, de valamikor nem. Tehát, hogy ez ilyen nagyon változó. De például ez is, hogy egy csomó mindenről nem tudunk a világba, akkor mi, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem létezik, akkor az a mi agyunknak a szűkös gondolkodását mutatja, nem pedig azt a nyitottságot, és az a másik, ami szerintem a tudatossághoz kapcsolódik, hogy nyitott vagy. Nyitott vagy mindenre. Azt mondod, hogy lehet, amit te mondasz, ez is igaz, amit én mondok, az is igaz. Nem biztos, hogy kizárja az egyik a másikat. Nem vagy-vagy, hanem is-is. Igen, mert mindenki saját maga alkotja meg a saját világát, és hogy lehet neked az kép, mikor most zöld. De nincs vele gond, hogyha mondjuk nyitott vagyunk egymásra, és azt mondjuk, hogy akkor válaszunk sárga párnát, mert az mind a kettőre illik. És hogy ez az elfogadás, és nagyon sokáig a munkámban én is ezt követtem, hogy így, hogy mi a jó. Megmondjam neki, hogy hogy éljen jól. És akkor... Ugye hozzátevődött az pszichológia mellé ilyen spirituális szemlélet, na ez meg jól megmondta, hogy mi a jó. És akkor rájöttem, hogy nagyon félre lehet csúszni ezzel. Mert pont, hogy azt a szeretetet elfogadás nem kapja meg az ő lelke, amire amúgy igazán vágyik, amikor azt mondja, hogy nyugodtan dönts úgy, az is jó lesz. Te csináld azt, az is jó lesz. Tehát egy ilyen szeretet is elfogadás alapú, nem pedig egy félelem és tiltás alapú. És nagyon sok olyan módszer van, tényleg elmész. Vannak olyan módszerek, nyilván, ahol vannak szabályok, mert mondjuk csinálhatod, de ha így csinálod, akkor nem lesz olyan hatékony. És ezt tetszik nekem, amikor azt mondják, hogy csináltod rosszul, és csak akkor nem lesz olyan hatékony. De nem, hogy úgy nem csináltod, mert akkor nem tudom, mit kapsz, meg mi a lesz a bajod. Tehát, hogy így... És ugyanúgy egyszerűen ez az intuitív részünkhoz lejutnánk, és megtalálnánk, ezt a tudatosságot magunkba felélesztenék, amúgy semmi dologra nem lenne szükségünk, hanem csak csinálnánk a dolgunkat. És akár azt is elfogadnánk, hogy ő nem ébredt erre rá, tehát vele nem tudok együttműködni. És ugye itt jönnek majd, hogy szokták is mondani, hogy magas tudatossági szintű valaki, alacsony tudatossági szintű valaki, és ezt úgy érezzük. De hogy a tudati szintünket egyik pillanatra másikra ugráltathatjuk, vannak olyan életterületek, ahol mondjuk magas tudatossági szintben élek, de valahol tök alacsonyban. Tehát, hogy ez nem zárja ki egyik a másikat. Tehát, hogy lehet valaki ilyen szellemi magasságokat megél a munkájában, de a párkapcsolatában egyszerűen olyan dolgokon dühöng, hogy így nézed, hogy komolyan ő, hát ő meg milyen jókat beszélgettünk. Tehát, hogy ez semmilyen szentírás, hogy így kell legyen. Ő még abban ott tart. Minden. Szerintem egy tanulási folyamatban vagyunk, és egyszerűen feladatunk ráébredni önmagunkra. Ez a feladatunk szerintem egy rész életünkben, hogy rájöjjünk, hogy kik vagyunk, és mi a feladatunk itt a világban. Andrássy Betty pszichológus a mai vendégem, és a tudatosság témaköréről beszélünk. Ami pedig szerintem egy kibontásra érdemes téma ezen belül, hogy mi az az ego, mi az az elme, mert ez elég sokszor elhangzik, ugye, hogy az egóból jön, ez az elmének a szüleménye, ez csak egy elmebeli korlát, és hogy pontosan mi a különbség, milyen rétegei vannak az embernek, mondtuk, hogy valami félelemből fakad, valami az elme szintjéről fakad, valami a lélek szintjéről fakad, hogy mik itt a különbségek, meg mire mi jellemző, lehet felismerni, hogy valami az egóból fakad, mondjuk. Igen, ez egy olyan érdekes kérdés, hogy ezt is szerintem sok oldalról meg lehet közelíteni. Tehát nagyon nehéz egyértelmű választ szerintem adni rá, mert attól függ, hogy melyik az a struktúra, ami alapján mondjuk egy személyiséget felépítünk. Tehát hogyha ugye klasszikus hármas felosztás, vagy mondjuk test, lélek, szellem, akkor ugye már is kérdés, hogy ebbe a hármas felosztásból varaknánk az egót. Tehát hogy, és mondjuk itt az alapján mondjuk nekem ez a hármas felosztás, pont vitatkozott velem egy hölgy, ezzel kapcsolatban volt egy önismereti beszélgetés egy pár napja, hogy ő meg pont fordítva gondol, és mondtam, nyugodtan gondold. Tehát, hogy ez csak az én érzetem,
az én információt, amit kaptam akár fentről, lehet, hogy másnak más információ, de az én megértésem szempontjából én ezt kellett kapjam. Én azt érzem például a hármas felosztásban, ugye a szellem az a szintünk, ami közvetlenül az isteni. Tehát ami ugye nem választható le Istentől, hanem maga az az isteni rész, ami mi is az univerzum vagyunk, mi is Isten vagyunk, mi is a szeretet vagyunk. És ugye nekem ez a szellemi része az a spirituális részünk, ami a spirit, ami szellem, és ez nem más, mint a szeretet teljesség. De amikor azt mondja, hogy valaki nem vagyok spirituális, annyit azt mondja, hogy nem vagyok szeretet teljes, és ez lehet, hogy igaz is, mert egyszerűen eltávolodott ő ettől. Igen, nem távolodott el, hanem nem ez alapján határozza meg önmagát. Aztán a következő szint, a lélek szintje, ami pedig ugye az a úgymond tudatossággal bíró részünk, aki mondjuk megtervezi akár azt, hogy mondjuk hány életen keresztül mi tanulunk, itt, hogy most lélek részeink vannak, és van egy fő lélek, mi is mondjuk lélekrészek vagyunk, és életeinkbe összekapcsolódhatunk egy nagy léleké. Ez már ilyen részletkérdés, hogy hogy van-e reinkarnáció. De itt azt tartom, hogy a léleknek is vannak részei, amik mondjuk hordoznak emlékeket, ugye vannak tanok, amik azt mondják, hogy a léleknek vannak burkai, ugye az energiaburok, prána rész, tehát hogy itt megvannak, és akkor hordozhatunk emlékeket, és például amikor azt mondjuk, hogy lelki beteg vagyok, vagy fáj a lelkem, vagy megbántottad a lelkemet, vagy a lelkem részét elvitte valaki, vagy megtaposták a lelkemet, tehát a magyarra nagyon sok ilyen kifejezés van, akkor pont ez a lélek érintett témába, és a léleknek is lehetnek fájdalmai, és a lélekhez tartozik szerintem, a lélek és a test határ között lehet valami a fájdalomtest, amit akár más, a következő életben is vihetünk, hogy nekem az nagyon megérintette a lelkemet. És az ott a beletüport valami, és egyszerűen azt a fájdalmat vihetjük tovább. És ugye a sámánságban is van egy olyan rész, hogy a léleknek két problémája lehet, vagy valami van ott, aminek nem kéne ott lenni, valami rátapadt, valami olyan rész, vagy épp, hogy nincs meg a lelkünknek valamilyen része, mert elvitték, elhagytuk, elkóborolt, és hiányt érzünk, és azt a lelkünk azt a részét vissza kell hoznunk magunkba. És ugye a pszichológia is ezt csinálja, hogy azt mondja, hogy kétféle traumatizálódás van, vagy nem történt meg valami, aminek meg kellett volna, például, hogy szeressenek megfelelően, elfogadjanak, puszilgasson anyukád, apukád mondja rád, hogy büszke vagy, vagy nem volt olyan párkapcsolat, ahol fel tudsz oldódni, tehát hogy nem volt ilyen, vagy épp valami olyan történt, aminek nem kellett volna, valami plusz dolog oda ment, és akkor ezt meg a pszichológiában megpróbáljuk eltávolítani. Egyiket bepótoltatjuk, másikat eltávolítjuk, és ugyanezt csinálják más irányzatok is. És ugye ebből a szempontjából ugye a lélek, most kérdés, hogy akkor az ego ide tartozik-e? És akkor a harmadik részünk az a testi rész, ami anyagilag, fizikálisan megnyilvánuló, és hogyha anyagilag, fizikálisan megnyilvánuló, akkor az ego az megnyilvánuló? A gondolat megnyilvánuló? Akkor mégse teljesen a testi részhez tartozik. De ha úgy veszük, akkor meg viszont mondhatjuk azt, hogy a személyiség az a testünkhöz tartozik, hiszen a személyiségünk azt megtanuljuk, meg örököljük, meg hozzuk, és az csak erre az életünkre érvényes a személyiségünk. Tehát akkor mégiscsak a testhez tartozik a személyiség. És ez alapján a személyiséghez tartozik az ego, szerintem. És ugye a személyiségnek még nagyon sok része van, ezt mindjárt kitérek rá, de hogy emiatt, hogy ugye a testünkhöz tartozik az ego, erre az életünkre vonatkozik, de mégis szokták mondani, hogy de van olyan részünk, amit viszont hozunk életről életre, ez szerintem meg a temperamentum. Az, hogy valaki ilyen aktív típusú lélek, vagy passzív típusú. Hogy így a szemén is látszik, hogy olyan kis tüzes a szeme, vagy olyan nyugodt a szeme. És hogy ez a temperamentum, amit a pszichológia is azt tartja, hogy ez öröklődik. Tehát, hogy ez már a magzati korban és kisbaba korban is megnyilvánul, míg a személyiség az folyamatosan kialakul. És ugye a személyiségünkre, ugyanúgy, mint mondjuk az önértékelésünkre, nagyon sok minden hatással van. Hatással vannak rá a visszajelzések, hatással vannak rá a tapasztalataink, hatással vannak rá, hogy mások mit gondolnak rólunk, mik történtek velünk. És egy ilyen, a személyiség miatt egy ilyen folyamatosan gyulmázható, mozgó valami, és ebbe található az ego is.
az egóra ugyanúgy hatással vannak dolgok, az, hogy mondjuk beletapostak az egójába, szoktuk is mondani, vagy éppen megfeltuningolták az egóját ezzel a dicsérettel, és szerintem a személyiségrendszerben található meg ez az egó, és az egó az nem más, mint ahogy gondolkodunk. Én szerintem az egó, azt szokták is emiatt mondani, hogy az elméhez, a gondolatokhoz kapcsolódik az egó. És azért maga, amikor azt mondjuk, hogy egómentes valaki, akkor azt mondjuk, hogy gondolatmentes. És ugye, de nekünk emberként nem célunk szerintem ezt a gondolatmentességet elérni. Amikor meditációban vagyunk, és a jelen vagyunk, a szellemi részünkkel vagyunk, akkor valójában gondolatmentesek vagyunk. Ez az egó halála valójában. És ezt mondják ugye megvilágosodásnak. És ezt úgy érted, hogy nem célunk gondolatmentesnek lenni, hogy bizonyos esetekben, bizonyos szituációkban fontos, hogy használjuk ezt mint eszköz. Ugyanakkor legyen azért olyan időszak az életünkben, amikor mondjuk jogázunk, meditálunk, vagy csak jelen vagyunk és kikapcsoljuk ezt az eszközt, mint hogy ugye a telefon sem érdemes nyomogatni állandóan, viszont néha már nagyon hasznos eszköz tud lenni, hogyha kapcsolatot akarunk teremteni valaki távolabban, vagy egy tartalmat meg akarunk nézni, de hogy ne használjuk túl a gondolkodást? Igen, itt ugye a mi kérdés, hogy mi a feladatunk, mit jöttünk tanulni. És hogyha én most embernek születtem, akkor valószínűleg feladatom valamit megtanulni, valamit elsajátítani, valamit tenni. És embernek lenni nehéz a Földön, nem léleknek, meg nem szellemnek, mert azok vagyunk. Tehát, hogy az már megvan. Viszont az emberi működésünket megkönnyíti az, hogyha a szellemi működésünk sokkal gyakoribb, többet vagyunk a jelenbe, hiszen többet vagyunk a jelenbe, többször ki tudjuk kapcsolni a gondolkodásunkat, akkor aktiválódik az a megérzésünk, ami segít minket embernek, jobb emberré válni. Segít úgymond előrevívő jobb döntéseket hozni. Tehát tényleg így segít jó embernek lenni ez a fajta. És hogy pont azért szerintem ez így inkább csak egy így eszköz a kezünkbe. És ugye szokták is mondani, hogy de akkor akik oktatnak így a YouTube-on, mondjuk jógik, akik megvilágosodtak, akkor ők nem gondolkodnak? De gondolkodni, amikor videót felvesz valaki, muszáj neki. Oké, hogy a csatornán keresztül mondja a tanításait, és tényleg saját gondolatoktól mentes, inkább úgy lehet érteni ezt már. Az egója nem érinti. Lehet mond valamit, és nem piszkál bele az egója, hogy miért mondtad ezt? Ezt nem is hiszük el. Tehát, hogy hanem tiszta csatornává tud ő válni. És amikor tiszta csatornaként működik valaki, akkor úgy is éli meg, hogy olyan, mintha ezt nem én gondolnám. Szóval nem is én gondoltam. Mert egyszerűen csak egy ilyen működésbe kapcsolod. Amikor mi már elkezdünk gondolkozni azon, hogy mit mondtam, hogy mondtam, stb., akkor ugye bekapcsol a gondolkodásunk, és ugye a gondolkodásunk lehet, az is lehet előrevívő, meg hátráltató. Most már mindig azon gondolkozom, hogy el fogják lopni a kocsimat, az egy elég bosszantó gondolkodás, mert nem érzem jól magam tőle. De hogyha állandóan azon gondolkozok, hogy milyen szép házam lesz, mi a célom, mit szeretnék elérni, tehát hogy ez jó érzéseket okoz. Tehát a gondolat az nem mindig rossz. És akkor visszatérve ugye a videóra, viszont mondjuk a jógi, hogyha nincs segítője, akkor ugyan gondolkodnia kell, hogy kell beállítani a felbelőt. Tehát, hogy, és ez meg az egy tanult gondolat, hogy meg kell nyomni a gombot, hogy bekapcsoljam a telefont, hogy felvegyen engem. Tehát, hogy, és emiatt ugye az ego elpusztítása az szerintem egyenlő azzal, hogy emberként mi nem tudunk élni. Nem tudjuk kezelni a pénzt, nem tudjuk, és hogy ez emiatt nem is cél. És ezt, ha elkezdesz milyen olvasni ezekről, vagy olvas ezekről, akkor nem is mondja semmilyen megvilágosuló tanító, hogy ez legyen a célod. Hanem, hogy ébredj rá, hogy te több vagy annál, mint amit gondolsz. Tehát te nem a gondolatod vagy, te nem az egód vagy. Ez csak a kis éned, aki úgymond mellé társították, hogy az életben feladatokon keresztül tanítson téged, hogy segítsen, vagy akár hátráltasson, de a hátráltatás is a legjobb tanítás. Ellen Watt szokta azt mondani, hogy az ember, aki folyamatosan megállás nélkül gondolkodik, annak semmi más gondolkodni valója nem lesz egy idő után, csak a gondolatai. Tehát, hogy ha az ember állandóan gondolkodik, akkor egyszerűen nincs jelen, nem érik olyan élmények, ami után érdemes lenne elgondolkodni, hanem mindig csak azon gondolkodik, amin azelőtt gondolkodott. Igen. És nekem az a benyomásom, az alapján is, amit mondtál, hogy valójában gondolkodni
úgy érdemes, mint amire az elmét szerintem kitalálták, hogy egy keretet adjon az ember életének, viszont a kereten belül a képet spontán alkossa meg. Tehát, hogy ő tudja azt, hogy fog, tehát így kell egy telefon, a telefon valakinek le kell gyártani, ezt be kell szereznie, ahhoz pénzt kell előteremteni, ezt megvegye, utána azt meg kell ismerni, be kell kapcsolni, meg kell nyomni a gombot, ezeken gondolkodni kell. De hogy miután benyomtam, mit mondok, az jöhet spontán, azon nem kell gondolkodni, azt csak érezni kell. És ugyanilyen módon, ha az ember megteremtette a saját megélhetését, azt, hogy eltervezte, hogy hol akar élni, hogy akar élni, kikkel akarja magát körülvenni, amikor ezek megvannak, vagy legalább a terve megvan, akkor utána ez kicsit elengedheti, mert tudja jól, hogy ez a terv, és utána hagyhatja, hogy történjenek ezek a dolgok. És amikor, tehát hogy mit, hogy reggel eltervezem, hogy mit fog csinálni aznap, és aznap meg csak úgy élek bele a tervekbe és csinálom, majd este átnézem, kipipálom, hogy mi az, ami megtörtént, mi az, ami tovább kell vinni holnapra, és utána elengedem, és boldogan alszok, mint egy kisgyerek, nem gondolkodok, nem magyarok, nem forgódok az ágyamba, reggel fölkelek, megnézem, mit kell aznap csinálni, és utána pedig élek bele. Szóval, hogy azért érdemes keretet csinálni, hogy tehessünk bele egy spontán őszinte képet, de hogyha csak kereteket csinálunk, akkor mindig egy keretbe, egy keretbe, egy keretbe, egy keret, egy keret van, és erre mondja szerintem Edward Norton a Harcosok Klubjában, hogy minden a másolat másolatának a másolata ebben a világban, ahol most élünk. Igen. Meg ugye azt még érdemes szerintem tudni, hogy amikor gondolkodunk, akkor mindig csak a saját hitrendszeren keresztül tudjuk a világot felépíteni. Tehát, hogy például, hogy hogyan lesz mondjuk pénzem, mondjuk 1 millió forint ebbe a hónapba, akkor az csak a saját hitrendszerünkön és a saját tapasztalataink keresztül tudom kitalálni. És nem tudjuk a megoldást rá. Hát lehet, még sose sikerült egy hónap alatt 1 milliót összeszednie valakinek. És akkor görcsölünk, mert nem tudjuk a megoldást, és úgymond így futtatjuk így a képet így az agyba, hogy nem, így se, és nem tápolta, hogy sikerült. És hogyha ezen tudunk lépni, és azt mondjuk, hogy legyen úgy, ahogy el tudom képzelni. Tehát, hogy, és itt jött be ez a vonzás téma, ami miért nem működött egy csomó embernek. Mert nem tudta elképzelni, mert sose élt úgy. Sose ült sportkocsiba, nem tudja megérezni ezt az érzést, hogy az milyen. Mert az elménk az csak is a tapasztalataink alapján tudja felépíteni a képeket. És ezért van, hogy ha elképzeled, hogy gyógyulj meg rákból, nem tudsz rákból meggyógyulni a képzeleteddel. Mert nem voltál még soha rákos, és nem gyógyultál még soha meg belőle. Akkor hogy tudnád elképzelni, hogy meggyógyultál? Tehát, hogy, és az az elmekorlátot így, ha meg tudjuk és elengedjük, és azt mondjuk, hogy elkezdjük nyitottan. Oldódjon meg, hogy ez a lehető legjobb. És nem akarom meghatározni. És itt van az, amikor viszont ugye, hogy volt is ez az elejénél, hogy ugye a tudatosság az, hogy tudom irányt az életemet, de nem a gondolataimmal. Tehát, hogy mert a gondolataimmal tudnám, a hitrendszereimmel, azt inkább a gondolati rendszeremet ki tudom bővíteni, ha hozzárakom az intuíciómat. Tehát, hogy így... Ezen a ponton viszont én pont mostanában hallgattam egy olyan hanganyagot, ami meg mihez kapcsolódik, és adott nekem egy másfajta irányvonalat. Ahol valójában erről beszéltek, hogy amit te is mondasz, hogyha még nem történt meg veled valami, akkor racionálisan nem tudod elképzelni. Igen. Képekben felidézni, hogy milyen, mert nem történt még ilyen dolog. Tehát ez alapján például egy csomó ember ez alapján tervezi, ha tervez egyáltalán bármilyen szinten a jövőjét, ami a múltban történt vele. Ugye mert csak racionalitás szintjéről akar tervezni. Viszont ez kb. Olyan, mintha az autóba úgy mennénk előre, hogy visszapillantót néznénk, és az alapján irányítanánk az autót, hogy mi történt hátul, amit elhagytunk. Ugyanakkor szerintem itt kapcsolódva az előző témáról, amiről beszélgettünk, a racionalitás szintjéről nem lehet megcsinálni valamit, amit eddig még nem csináltam meg soha, hanem az intuíció szintjéről lehet. Tehát, hogy elképzelni képekben, tehát emlékekben vagy tapasztalatokban nem tudom, csak érzésben. És erre szokták szerintem azt mondani, hogy nem feltétlenül azt kell elképzelned, hogy milyen mondjuk, amikor megmásztad a Mount Everestet meg, amikor lett annyi pénzed, amit akartál, hanem hogy képzelj el egy olyan dolgot, ami már valaha megtörtént veled, és nagyon jó érzés volt. És ez az érzés hasonló olyan emlékeket fog felidézni benne, amik minőségbelien kapcsolódik ahhoz az emlékhez. És én ezt tartom a vonzás törvényének, hogy egyszerűen az egy univerzális törvény, egy természeti törvény, hogy amilyen érzéseid vannak, a tudatalattidból fel fog hozni még olyan emlékeket, tapasztalatokat, amik azonosulnak ehhez,
és egyszerűen egy olyan lelki állapotban fog tartani, ahol te más minőségű döntéseket hozol. Mert hogyha te, amit, ahogy említetted is, hogy te csak azt pörgeted magad, hogy így sem fog működni, úgy sem fog működni, ez egy olyan beszűkülés, olyan stresszt, olyan szorongást okoz az emberben, hogy onnantól kezdve így áll, és így nem akar hozzászólni senkihez, mert rosszul érzi magát. De ha bennem van egy vágy és egy pozitív elvárás, és hiszek abból, hogy ez meg tud történni, akkor egyszerűen laza vagyok, könnyed vagyok, nyitott vagyok emberekre, szívesen odaérek másokhoz, megkérdezem, hogy van, mert van mit adnom, fel vagyok töltődve ezzel a pozitív lelki állapottal, és ehhez tudnak kapcsolódni mások hasonló minőségű élményekkel, lelki állapottal, és szerintem ez az, ami teremteni tud. Nyilvánvalóan persze nem csak abból áll, hogy elképzelem, és akkor bum, ide manifestálódik, hanem hogyha valamit elképzelek és jó érzést ad, azt el fogom mondani másoknak, akkor az elmondás alapján megtervezzük. Ott lehet egy kis racionális, amikor az ember papíron tervez, de amikor megtervezett papíron, azt megéli élményben, és azt fogja hozni igazából szerintem az eredményét. Igen, és azért pont az a feladatunk, ugye, mint a Hawkins tudatskálánál, hogy egyszerűen ugorjunk szinteket egyre feljebb, és ahhoz igazítsuk a gondolkodásunkat, hitrendszerünket, az érzéseinket, az Isten felfogásunkat, az élet felfogásunkat, mert hogyha már benn vagyunk egy magasabb szinten, mondjuk a szív szintjén, ott pont, hogy akkor jönnek a dolgok, akkor jönnek úgymond a jó dolgok, amit mi jónak érzünk. És hogyha a tudatosságról beszélünk, akkor te személy szerint tapasztalat alapján mit ajánlanál annak, aki tudatosabb életmódot szeretne élni, vagy jobb döntéseket szeretne hozni? Milyen eszközöket, milyen lehetőséget látsz erre, hogy az emberek használják? Hát szerintem először is menjen el a közösségbe, ilyen emberek vannak. Tehát, hogy mert a legjobban egymástól tudunk tanulni, inspirálódni, ha vannak példaképeink, akitől meg tudom kérdezni, hogy ugye te ezt hogy csinálod. Nem muszáj nekem ugyanúgy csinálni, hanem csak adhat egy irányt. Mert pont ezek az emberek tudják megmondani, akit én már érzem, hogy ott tart, ahol én szeretnék, hogy is van ez az egész. Utána olyan önfejlesztésbe érdemes kezdeni, hogy rátaláljon valódi önmagára. Tehát, hogy ráismerjen, hogy nem ő az, akit eddig önmagának hitt, hanem egy sokkal mélyebb. És ebben segíthet kb. Bármilyen módszer. Bármilyen módszer, ami letisztítja azt, aki nem te vagy, és bármilyen módszer, ami közelít ahhoz, aki viszont az vagy. És aztán, hogyha lecsupaszítottuk magunkat, utána felépíthetek egyébként egy olyan személyiséget, ami jó nekem. Tehát, hogy ami azt mondom, hogy még érzem, hogy én vagyok, érzem, hogy a temperamentumhoz illik, de például már elhagyom ezeket a félelmeket, mert erre már nincs szükségem, elhagyom a türelmetlenséget, mert jobb türelmesnek lenni. Tehát, és azért van az, hogy ugye elkezd az ember foglalkozni magával, és azt mondják a barátai, hogy hú, tökre megváltoztál, bár nem biztos, hogy úgy szeretünk olyannak, amilyen most vagy, tehát hogy így... Mert sok ember ugye nem feltétel nélkül szeret valakit, hanem azért, mert idomul az elképzeléseihez. Tehát előfordulhat, hogyha mondjuk valaki változik, és mondjuk azt mondják rá a környezetében, hogy mennyit változtál, akkor lehet, hogy egyszerűen csak elkezdett jobban önmaga lenni. Tehát ilyen lett volna ő, ha ezek a bizonyos minták, meg akár megfelelési vágy, lekerül róla, és hogy nem, ennek a terhe nem nyomja a vállát többi, akkor meg tud nyilvánulni úgy, hogy azt mondja, milyen, nem is szoktad ezt csinálni. Igen. És ebben a nem is szoktad ezt csinálni, én annyiszor felfedezem azt, hogy pedig nekünk az lenne vele az elvárásunk, hogy te ne viselkedj így, mert nem szoktál. És tulajdonképpen ez a te nem is szoktad ezt csinálni megjegyzés sokszor nagyon visszavetheti az ember fejlődési képességét, mert azt érezné, hogy tehát szerintem tök hasznos lenne az emberek, amikor valaki másként viselkedik, csak megfigyelőként így megnézni, hogy magamban tudom, hogy nem is szokta ezt csinálni, de érdekes változás. Nézzük meg, hogy ez mit hoz ki belőle, vagy ez miért történik. Igen, mert ilyen esetben a kapcsolat előtte olyan volt, mintha tényleg így a kezedet így beledugod a fenekébe, és bábozol azzal az illetővel. És nyilván úgy bábozol, hogy neked jó legyen. Tetszem az előadás, tetszem, hogy ő kinéz, kisminkelted olyanra, amilyen szép. Mondhatja azokat a szavakat, aminek te örülsz, dicsérhet úgy, ahogy neked tetszik, elmehet veled ahol neked jó. Tehát, hogy úgymond nekünk nem rossz, hogyha vannak bábjaink. Tehát, hogy az érzéseink alapján. Csak egy időben rájövünk, hogy amúgy valódi kapcsolatokat szeretnénk, mert nem is ismerem őt, nem tudom milyen. Hisz mindig csak úgy viselkedett, amilyen nekem jó. És lehet amúgy tetszene valódi emberként is ő, de lehet nem. Tehát, hogy és ezt is elfogadni, hogy ha megengedem, hogy ő igazivá válhasson, az a temperamentum lehet nem kényelmes nekem, és nincs ezzel semmi baj.
és akkor elengedni a másikat, mert már nem, de nem vagy olyan. De, hogyha meg, de ez csak akkor derül ki, ha megengedem neki, hogy önmaga lehessen. És a báb fog felébredni abba, hogy én nem akarom többé, hogy bábozz velem. Én nem akarok olyan gyereked lenni, amilyet kitaláltam, hogy legyek, hanem én önmagam szeretnék lenni. Én nekem az a benyomás, hogy csomó ember azt hiszi, hogyha a valóságra rákényszeríti az akaratát, tehát kvázi manipulálja azt, ami van, akkor el fog érni a célját, holott valójában, ha visszatérünk kicsit az előző témához, hogy hagynám őszintén, intuitívan kijönni azt, ami bennem van, akkor lehet, hogy fény évekkel gyorsabban odajutnék, ahova szeretnék, vagy elérjem azt a célom, mert nem próbálnám manipulálni magát az utat, hanem elhinném, hogy ez egy intelligens rendszerben vagyunk, mert nézzük meg, a fákról lehullik ősszel a levél, és tavasszal mindig kinő újra, nem felejti el, hanem mintha valahogy tudná, mi a dolga ez az egész rendszer. És hogyha próbálnám benne kicsit hinni, ami nyilván nem könnyű, úgyhogy lebetonoztuk ennek a nagy részét, de ha újra elkezdenénk tudni hinni abba, hogy ez egy intelligens világunkban élünk, és van benne egy természetes rendszer, és ez majd teszi a dolgát, én meg elég, ha hallgatok arra, ami belülről jön, akkor oda jutnék, ahova szeretnék, és hogyha ez azzal jár, hogy mondjuk valaki emiatt most már nem kedvel, akkor tökéletlen az emberek el tudnák ezt engedni. Tehát, hogy igen, ez a kapcsolat eddig tartott, azzal, hogy én jobban önmagam vagyok, ez a másik fél ezt már nem szeretné, vagy nem kultiválja, akkor engedjük el egymást, és akkor ezáltal tudok mondjuk oda jutni, amit te is mondtál, hogy inkább egy olyan közösségbe, ahol való vagyok, mert úgy nem érhetek el valahova, hogy közben nem indultam el valahonnan, tehát hogy egyszerűen nem lehetek két helyen. Igen, csak ugye az elengedés, meg a ragaszkodásaink, azok sokszor ott tartanak a másiknál, és akkor hát ha változik, várom, hát ha jobb lesz, hát ha... De hogy annyi energiát felemészt ez, hogy olyan kapcsolatokat tartunk fent, amik nagy energiánkba kerül, hogy jó legyen. Hogy akkor nagyon nagy elfogadás kell hozzá, hogy akkor ne szóljak, vissza kell folytsam az érzéseimet, nem mondhatom meg neki, hogy nekem nem tetszik, amit mondasz, én nem értek veled egyet, én nem így gondolom, és hogy én nemrég hagytam ezt abba például, hogy akár a családomban, vagy a baráti közegemben, hogyha nem úgy gondolkodik, mint én, hogy akkor nem akarom meggyőzni, nem akarom azt, hogy ő is úgy gondolkozom, ő is jól legyen, ő is úgy olyan jól legyen, mint én, mert én milyen jól érzem magam tőle, hanem megengedem, hogy csináljon úgy, ahogy neki jó, és tényleg leszakad, akkor meg szeretettel elengedni, és azt mondani, hogy én megyek tovább. És ugye ez drasztikus is lehet, hogy azt mondom, hogy hát ha lemaradsz, akkor nem jössz velem. Tehát, hogy valójában így van. Ez, én azt szoktam mondani, hogy kinövünk kapcsolatokat. Ugye a kapcsolatok nőnek ki minket, mert hogy ez fordítva is lehet, hogy mi maradunk le az ő gondolkodásához, vagy az ő hitrendszeréhez képest. Én nem tudom még befogadni azt, amit ő már igen. Ez, hogy ez oda-vissza működik. És egyszerűen lehet később utolérem, és lehet 5 év múlva találkozunk, és jól beszélgetünk, és aztán így, hogy wow, mennyit változtál, ó, te is, tök jó. Tehát, hogy ez úgyis utunkba sodródik újra, hogyha van feladat. Hát köszönöm a figyelmeteket, és hogy velünk tartottatok. Betty elérhetőségét meg fogjátok találni a leírásban, hogyha még több tippet, tanácsot szeretnétek akár tőle, vagy együttműködni vele. Iratkozzatok fel a Tudatos Fiatalok Közösségi csatornájára még több hasonló tartalomért, illetve a különböző rendezvényeken, eseményeken tudtok is találkozni velünk is, illetve sok más érdekes fiatalon, akivel szintén eszmét lehet cserélni, és addig is legyetek tudatosak, meg fiatalok. Igen. Sziasztok! Sziasztok!